Üdvözlöm Önöket! Önök a Rólad is szól a dal című műsort láthatják. Hát sajnálatos módon most egy kicsit szomorúan ülünk itt a stúdióban, hiszen Pásztori Zoltánra, a legendás Illés együttes dobosára emlékezünk. Vendégeink Hegedűs Indián László és Gittinger Tibor, akik az Illés baráti körnek a vezetői, illetve az Illés kiállításnak a főszervező, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát azt viszont sajnálom, hogy Zorinak a halála kellett ahhoz, hogy ti most itt üljetek, de én azt hiszem, hogy ha Zoli föntről lát bennünket, akkor ő biztos, hogy úgy gondolná, hogy ő azért megérdemel annyit, hogy emlékezzünk rá. Köszöntelek benneteket a stúdióban, és szeretném, hogyha ez a beszélgetés ilyen emberi lenne, és megpróbálnánk megközelíteni, hogy tulajdonképpen milyen ember is volt Pásztori Zoltán. Talán én röviden úgy vezetném be, hogy szerintem Pásztori Zoltán volt az a személy, az az élő legenda, aki legendaként felszállt a villamosra, felszállt a buszra, járt az emberek között, beszélgetett az emberek között. Tehát tulajdonképpen egy igazi ember volt, egy olyan ember volt, aki nagyon kár, hogy nincs most köztünk. Tibor, szólj pár szót te is, hogy egyáltalán hát, hogy talán a Zolinak az egyik dalával kezdeném, hogy volt egyszer egy barátom, a legjobb dobos a világon, mikor a dobját ütötte be, benne volt az egész lelke. Hát ez jellemezte a Zolit leginkább, ez a dal, amely az egyik lemezen, a Human Rights lemezen jelent meg 1971-ben, és ez a dal tulajdonképpen az első volt, ahol egy dobos is dalra fakad. Volt neki már egy másik dala, a Meleghengersor, de az egy ilyen instrumentális szám volt, és valószínű, hogy azért tették fel erre a lemezre az Olinak ezt a dalát, hogy a közönség is hallja, hogy milyen lelke van ennek az embernek. Hát az én személyes kapcsolatom, hát én ott ültem a Fehérvári úton, a 60-as évek közepétől, vagy a végétől, és onnan néztük a nézőtérről, a párnákról az Olit. Az Oli volt tényleg, ahogy te is említetted a bevezetőben, akivel lehetett találkozni, lehetett beszélgetni, lehetett egy sört meginni. És ő volt a zenekaron belül is a villámhárító, illetve a közönséghez legközelebb álló emberke. Hát az első ilyen komolyabb személyes élményem az volt, hogy mikor 1970-ben az Illés zenekar a vidék legjobb zenekara volt, és hát nem játszottak Pesten, mi teljesen ki voltunk éhezve, hogy szeretnénk az Oliékat látni valahol. És akkor még úgymond ismeretlenül felmentem a Liszt Ferenc téri lakására, becsöngettem, és Zolikám, hol játszottok? Bárhol lesz, mi szívesen elmegyünk. És mondta, hogy Oroszlányba lesz a buli, és mi elmentünk Oroszlányba, autostoppal, vonattal, és van egy érdekes sztori erről, ugye Zoli megígérte, hogy minket bevisz. Most, mikor megérkeztünk Oroszlányba, és ugye le volt tiltva a zenekar, ilyen munkásőrök lógtak a fál dobtáros géppisztollyal, hát mondom, itt reménytelen lesz bemenni, hiába említem a Pásztori Zolinak a nevét, de hát azért megkíséreltem, oda mentem az egyik ilyen fegyveres emberhöz, úgymond. Mondtam, hogy legyen szíves, küldje ki a Pásztori Zolit. Most bement ez az ember, és azt mondta, hogy a Pásztori kint van. Na most ők valójában kint voltak, mert az Illés Lajossal söröztek Oroszlányba, és a Leventék pedig azt mondták, hogy a Zoli az zenész, és hát engedjék be, az jött ki ez a munkás, hogy ezt maguk zenészek, miért nem ezzel kezdték, és hát akkor így engem összekevert Pásztori Zoltánnal, és így bejutottunk a koncertre, csodálatos élmény volt. Indián, neked milyen élményeid vannak Zolival, mert hát, gondolom, te neked is volt néhány személyes találkozása valamint. Itt az első találkozásom, nekem is az első találkozásom a Fővárosi Művelődési Ház körtermében lévő Illés Klub volt, mert ami a nevünkben van, ez az Illés Klubosok baráti köre, ebbe a Bos, ez a szójáték, ez az első Illés Klub igazán a Balzak utcai Bos kultúrház volt, de az a 60-as éveknek az első felére tevődött inkább, tehát ott mi még eléggé kis srácok voltunk, oda nem jártunk, tehát az első klub az FMH körterme volt, ahova. És hát a köztudott, hogy a 70-es évek elején, 71-ig, ha jól tudom, 71 márciusig volt az Oli az Operett Színház tagja is, és ő az Operett Színházba is dobolt, és nekem erről a 70-ről egy
kedves emlékem az, hogy az Oli miatt képesek voltunk az Operett Színházban, nem igazán a mi műfajunk az Operett, de képesek voltunk az Operett Színházban, jól emlékszem, a Lóvá tett lovagoknak egy ilyen musical változata volt, ami miatt megvettük a Borsosáru, nekünk akkor Borsosáru Operett Színházi jegyet, és beültünk, és az Oli bejött az oldalpáholyba, smokingba, csokornyakkendőbe, akkor még rövid haja volt az Operett Színházi egyébként munkásságban. Egyébként az Oli az öltözkedéses mindig komolyan vettő, mindig elegánsan. Igen, és ő haját sem növesztette meg, akkor kezdte el növeszteni a haját, amikor az Operett Színházat ott hagyta, utána később, ahogy a képeken is látszik, ott utána volt csak, és hát beültünk ide az Operett Színházba, és Zoli bejött az oldalpáholyba, oda be voltak téve ilyen mindenféle kis lógó kütyük, amiket ott ütögetett meg mi, és akkor mi két barátommal, akivel ott voltunk, kezdődött volna az Operett, mi fölálltunk, és nyílt színen megtapsoltuk Pásztori Zoltánt, ezzel a Let's Go Illés tapssal köszöntöttük, hogy Illés együttes, úgyhogy ott megrökönyödve nézték a színházlátogatók, hogy vajon mi mit keresünk ott, mint hosszú hajúak ez. Aztán később a körteremben ugye szövődtek személyes ismerettségek is. Akkoriban ez a klub, ez úgy nézett ki, ez nem úgy működött, mint most. Tehát a zenekar és a közönség között elég szoros kapcsolat jöhetett létre. Itt például a körteremben párnák voltak lenn a földön, és párnán üldögélve néztük a zenekart, úgyhogy nem volt színpaddal elválasztva, nem biztonsági őrök, hanem abszolút közvetlen kapcsolatban lehettünk a zenekarral. Tibor, esetleg valami nagy sztori Zolival ezen kívül, amit elmondtál. Emlékszel még valami szépre, de lehet negatív is, nem fontos, pozitív, hát mert az a Zolinak az emléket nem fogja bántani. Nem tudok velük kapcsolatban mondani, mert annyira emberi volt a Zoli is, meg az egész zenekar. Hát a másik ilyen komolyabb személyes élményem 1990-ben kezdődött vele, hogy felkért a Népstelenő koncert előtt, hogy én csináljak így amatőr szinten egy verkfilmet. Tehát a színpadépítésről, a koncert előkészlete, és ezt nagy szeretettel és tisztettel el is vállaltam, és én mindig követtem a Zolit a videókamerával, és ennek kapcsán ismertem meg a lányát, Lindát. Ez úgy volt, hogy a televíziónak, a magyar televíziónak a stábja is kijött a Linda érkezésére a Ferihegyre. Bombariadó miatt később érkezett meg a gép, és a stábnak vissza kellett menni a stadioni próbákra forgatni, és én maradtam ott Zolival és Edit nénivel, édesanyjával, akit nagyon szeretett, és ott csináltam velük egy interjút, ahol elmesélte Edit néni, hogy a Mosón Magyaróvától Operett Színházig és az Illés Zenekarig mi történt Zolival, és ez egy nagyon értékes anyag. És a stadioni próbák alatt a Linda is dobolt a Népstadion játékos kijárójában, és erről is sikerült egy amatőr felvételt készítenem. És a 90-es koncert után egy nagy űr maradt benne, és potyogtak a könnyei, mikor a Liszt Ferenc téri lépcsőházban még szintén csináltuk ezt a beszélgetést, a visszaemlékezést, hogy most egy nagy űr marad utána, hogy nem tudja, hogy mikor lesz a következő koncert. Igen, hát így, hogy a lányáról beszéltél, nekem is nagyon-nagyon sokat mesélt a lányáról, és én tudom, hogy az nem jó szó, hogy szerette, hanem nagyon-nagyon szerette, nagyon ragaszkodott hozzá, és azt is meg kell, hogy mondjam, hogy az édesanyjához is mondhatnám azt, hogy sokkal jobban ragaszkodott, mint úgy általában. Mindenki ragaszkodik az édesanyjához, de soha nem felejtem, amikor azt mondta nekem, Sanyi, azt mondja, édesanyjám most már 83 éves, de hogy dolgozom majd én ezt fel, hogyha esetleg ő meghal? Nem is tudom, elképzelni sem tudom. Azt mondja, mindig mellettem volt, amikor bajban voltam, problémáim voltak, és hát szó szerint a magában abban a legjobb dobos a világon is megemlíti az édesanyját. Én azt hiszem, hogy ez magáért beszél, aki a lányát így szereti, aki az édesanyját így szereti, és végülis ilyen családcentrikus volt, de valahol mégsem sikerült a család életét teljesen rendbe tenni. Én azért azt gondolom, hogy bátran emlékezzünk meg azért Gabiról is, mert arról nem sokan beszéltek. Én azt hiszem, hogy a Zoli azért 12 évig együtt élt a Gabival. Ő volt a barátnője, jó, hát kisebb-nagyobb megszakításokkal. Azt gondolom, hogy ő is megérdemel egy pár gondolatot, mert én tudom, hogy nagyon jó szándékkal közeledett a Zolihoz, és nagyon sok mindenben azért a Zolit el kellett viselni, mert azért nem volt egyszerű ember, az mellett, hogy hát logikus, ha valaki ekkora egyéniség és egy legenda, és hát tulajdonképpen a Zoli benne volt a magyar beatzene megalapítói között, hát azért egy ilyen legendás arc azért nem minden esetben egyszerű, csak egy rövid példát mondja. Egyszer lent voltunk vidéken a gyerekkori barátaimnál, Vas megyében, Kenyeriben, és ott volt egy érdekes sztori, a nővéremnél aludtunk, és szó szerint minden órát felkutatott a házba. Tehát egyszer lefeküdt, és azt mondja, te Sanyi, ezt az órát, ezt meg kellene szüntetni. Jó,
kivittük az egyiket, megint talált egy másikat, az itt is egy óra, azt is eltüntették, hát csak megszólalt a kint óra egy kakukasz, mert hát ez meg az a saját. Végül minden órát meg kellett szüntetni, mert egyszerűen zavarta az óra, azt mondja, hogy annyit doboltam, mert mindig ott a fülembe, de azt mondja, hogy ez valahogy úgy nem szeretem, hogy ezek az órák működnek ott, és minden órát megszüntettünk, és utána nyugalom volt. Viszont dobolni azért annyira szeretett, hogy jó néhányszor, amikor hát ő az Illés Együttes megszűnése után hosszú időn keresztül Németországba élt és dolgozott, és amikor hazajött Magyarországra, azokon az alkalmakon tudtunk találkozni, és hát vele végig menni a körúton, vagy bárhol, az hosszú órákba tellett egy pár száz métert is megtenni, mert mindenki felismerte, mindenki beszélgetni akart vele, mindenki meg akarta hívni egy kis fröccsre, amiből két kis fröccs lett, és hát meg a dobolásra visszatérve, hogy ő olyannyira szeretett dobolni, hogyha ha annak idején már ugye a rendszerváltás után létrejöttek ilyen blueskocsmák, mert a művelődési házak nem igen voltak, és hát elmentünk egy-egy ilyen helyre, ahol zenekarok játszottak, akkor a Zoli majdnem minden alkalommal addig-addig sündörgött a zenekar környékén, hogy azért csak beült a dobszerkóhoz, ugye persze felismerték, hogy hú, és hát a zenekar nagyon büszke volt, bárhol, ahol a Zoli odaült a dobos mellé, vagy akár kitolta onnan a másik dobost, és beült egy-egy számot eljátszani, tehát ő az, aki kapható volt mindig minden ilyen pillanatban játszani. Hát most akkor nézzünk meg egy rövid összeállítást a kiállításról. Hát szegény Zolinak tulajdonképpen ez volt az utolsó nyilvános, mondhatjuk azt, hogy fellépése van, ahol tulajdonképpen megnyilvánult, és ott volt Bródy János előtt nyitották meg ezt a bizonyos kiállítást, igen. Ahol hát... Hát ezt a Komédium Színház kért fel még az év elején bennünket, hogy rendezzünk, hogy a Komédium Színház vezetősége azt találta ki, hogy egy rocktörténeti kiállítás sorozatot készítene, és itt ennek a kiállítás sorozatnak az első darabja, ugye az idei év aktualitásai miatt, hogy az Illés Együttes 40 éves, Levente 60 éves, hogy kezdjük ezt a rocktörténeti kiállítást egy Illéssel, ami aztán később majd különböző más zenekarokkal folytatódik. Március 18-án volt a Komédium Színházban a megnyitója ennek a kiállításnak, és hát itt ezen a kiállításon volt ott hát akkor Zoli és Bródy. Nézzük meg akkor ezt a kis összeállítást. Hát, igen, hát itt a képeken a vendégsereg gyülekezésre látható. Cintula, aki a FMH-nak volt úgymond a disok. Tehát Révész Sanyi. Akik itt jöttek, a Bródy mester megérkezett, Mentler Kriszta, aki a Bródy menedzsere. Kocsis El Mihály, az Illéskönyvnek a szerzője. Illés könyvet írta, és itt van Zoli. És hát itt van Zoli. Itt van Zoli. Hát tulajdonképpen a kiállítás az olyan relikviákból állt össze, amiket így magángyűjtemény során akár Tibi, akár én és más őrült illésrajongók gyűjtögettek össze. Hát itt a képeken látszik ott. Tehát egyáltalán lehet ennyi illés dolgot összeszedni. Én is ott voltam a kiállításon, hát megdöbbent, hogy milyen mennyiségű és egyáltalán milyen igényesen össze van állítva. Hát Tibi. Na most a legtöbb relikviát a zenekarból a Zoli adta. Hát a falon láthatók az ő ingei, mellényi, fellépő ruhái, aranylemeze. És itt a képen Reisz Ildikó látható, a Hungarotonnak a igazgatónője, aki most adott ki a 40 éves jubileum alkalmából egy ilyen illésgyűjteményt, amelyben az összes dalt újra kevert digitalizált változatba és egy fotóarchívummal kiegészítve megjelent. Na szóval Zoli volt a legjobb emberünk, úgymond idézőjelben, aki mindenhova eljött, és a kiállítás őt alkalmával is lehet mozgósítani, és mindenét odaadta. Bármi. Igen, bármi, odaadott mindenért, de én beszélgettem vele sokszor, nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, és egy beszélgetések voltak, és én próbáltam arról meggyőzni, Zoli, hát mondom, ti annyira nagyok vagytok, így az Illés Együttes így együtt, ez egy olyan legendás dolog, hogy úgy, ahogy te az interjúidben elmondtad, hogy fel se fogtátok annak idején, hogy mit csináltok, mi történik körülöttetek, egyszer csak legendák lettetek, de mondom, Zoli, hát mégiscsak, bármennyire vannak rajongók, vannak ilyen tisztességes emberek, mint ti, akik ápoljátok a legenda éjjel. De azért azt kell, hogy mondjam, Zoli, hogy nektek is kellene valamit tenni azért, hogy ez még jobban mindent összeállítani, hiszen az élet bármit hozhat. Sanyikám azt mondja,
van még, majd kialakul ez, majd vannak, akik ezt csinálják, de szóval valóban komolyan kell ezt venni, mert ezek akkora értékek, hogy ezt meg kell becsülni, és ha most tényleg ti nem lettnétek, akkor nem is biztos, hogy itt ilyen szinten működne ez a dolog, és ez nagyon-nagyon örülök neki, hiszen itt őszintén bevallom, én is nagyon nagy Illésrajongó vagyok, és nem véletlenül vagyok Illésrajongó, mert ugye az Illés együttes a népzenei motivumokat betette, a Szörényi érthetően énekel, nem pösszen, nem semmilyen beszédhibáján is tetszen, gyönyörűen, gyönyörű hangja van. A Bródi kiváló zenész, az Illés Lajos a másik kiváló zenész, a Szabolcs a következő kiváló zenész, a Zoli az egyedi stílusával, a különleges dobolásával, hát egyszerűen az egész zenekar egy legenda. Hát lehet ilyet nem ápolni, vagy szabad egyáltalán azt mondani, hogy várjunk ezzel, nem szabad várni. Hát itt az élő példa, hogy Zoli nem készült meghalni. Zoli nem készült, nem is gondolt ilyenre, hogy ő meghal. Tehát, hát hiszen attól félt, hogy az édesanyját ha majd elveszíti. És az édesanyja 83 évesen él, és ő meg elment közülünk. Hát nem tudom, hogy esetleg lehetne megnézni egy videoklipet, amit még 83-ban közösen, most így nagyon örülök utólag, hogy sikerült nekem eljutni oda, hogy Pásztori Zoltánnal együtt dobolhattam, ez számomra nagyon nagy megtiszteltetés, és most érzem én is igazán a súlyát, hogy ez mekkora dolog. Ugye lehetne a Magas Feszültség című videoklipet esetleg megtekinteni.
Önök a Rólad is szól a dal című műsort látják. Vendégeink továbbra is az Illés Együttes, illetve Pásztori Zoltánról beszélgetünk, vagyis emlékezünk Zolira. Tehát vendégünk Hegedűs Indián László és Gittinger Tibor, akik ápolják tulajdonképpen az Illés legendát. Tibor, tehát az előbb beszélgettünk Zolinak a lányáról. Esetleg van valami közelebbi élményed, vagy beszélte neked róla? Mert nekem nagyon sokat mesélt róla. Hát nekem most is. Ti vagytok a riportalanyok, úgyhogy... Nekem is nagyon sokat beszélt róla. És nagyon készült arra, amikor 1990-ben Magyarországon először a Népstadionban játszottak, hogy ott fogja Linda őt először ilyen nagy színpadon látni, meg egyáltalán zenélni. És valószínű, hogy akkor döbben rá, hogy az apja tulajdonképpen milyen nagy zenész volt, hogy egy Népstadiont is sikerült úgymond kétszer is megtölteni, mert a nyilvános főpróbán is totál telt ház volt, és hát nagyon készült erre, és Levente is csinált egy dalt például a Végtelen úton című lemezén, az Éjszakai telefonok volt a címe, és egy Zolival készült telefoninterjú van beleszőve a dalba, és hogy barátomnak lánya született, a neve Linda. Nagyon aranyos kislány volt, most 19 éves, hát sajnos most jön a temetés, egy ilyen szomorú apropó kapcsán kell neki újra Magyarországra jönni. Jött volna erre a két koncertre is természetesen, Zoli erre is várta meg, készült rá, meg állandóan telefonkapcsolatban voltak, és tanította őt magyarul beszélni, és mutogatta neki úgymond a saját dalait is. És hát a lányának se lesz mindegy, hogy elment a legjobb dobos a világon. Hát igen, én is mikor így visszaemlékszem, mikor mesélgette azokat is, amikor már kint volt Lindauban, és akkor ott hogy dobolgatott, hogy hát igaziból nem szokott ő beszélni arról, hogy ő mekkora dobos, hanem csak ott el volt, mert ő valahogy ő talán a termetére is vonatkozik, általában nagy darab emberek azok szerényebbek, visszahúzódóbbak. Valahogy a Zoli én ha vele beszélgettem, bármennyire jobban voltunk, bármennyire beavatott a titkaiban, de előttem ő mindig mint egy legenda ott volt, hogy Pásztori Zoltán a legenda. És ő mindig az jött le, hogy ő annyira szerény, hogy sokszor már szinte betegesen szerény volt. Tehát annyira vissza volna, hát most például 28-án mentünk volna, most ugye, mert ilyenekre jött velem, mint a ketrec harc, vagy előtte a Csébére jött volna a testnevelés egyetemre, és mondom neki, Zolikám, te lennél ott a díszvendég, szeretném, hogyha ott egy kicsikét találna, és esetleg szólnál, hát nem, Sanyi, azt mondja, mi ott ketten, mi barátok vagyunk, oldalt leülünk, és akkor szépen ott el leszünk. Tehát ő úgy szerette, ha megvan becsüve, de valahol mégis azért ott a háttérben el volt, úgy, ahogy az elején beszéltünk, hogy bement a nép közé, az emberek közé, hogy elbeszélgetett, de nem áll ki hivalkodni, tehát valahogy szerette magát, de mégsem. Nem voltak sztár alűriei. Talán így lehetne röviden fogalmazni. Megbecsülésről jutott eszembe, hogy még megint egy operett színházas sztori. Annak idején sokat beszéltünk arról, hogy Pásztorik címen meg fogja írni a történeteit, hogy a könyv címe is ki volt találva, és az operett színházban Megbecsülésről valami sajtótájékoztató volt az operett színházban, és a sajtótájékoztatón, ugye az akkori operett színház nagy sztárjai, Feleki Kamil, Rátonyi Róbert egymás mellett, és mellettük ott, mint az operett színház dobosa, Pásztori Zoltán is, és hát ezek a nagy operettes művészek, ezek rettenőbb boldogok voltak, hogy rengeteg fiatal megjelent a sajtótájékoztatón, és egyszer csak megindultak, és hát a Feleki már így mosolygott, hogy jönnek autogramot kérni, és senki nem ő hozzájuk ment oda, hanem mindenki a Pásztori Zolihoz ment, és akkor kérdezgették egymástól a nagy operettes művészek, ki ez a Manus, és akkor világosították fel, hogy ő az Illés Együttes dobosa, és a fiatalok nem miattuk mentek a sajtóra, hanem a Pásztori Zoli miatt. Különben még egy ilyen operettszínházi sztorit mesélt a Zoli, mikor Leventét bemutatta Honti Hannának. Bevitte az öltözőbe, és hát a Levente kezet csókolt neki, és ezt is Zolinak. A nagyasszonynak, aki akkor a nagy Honti Hanna volt, és hát Zoli által ismerte meg Leventét. Akkor most egy kicsit kerüljünk közelebb magához, a tragikus eseményhez. Mert ugye a kiállításról, ha jól tudom, Indián, te hívtál. Nem, Tibi. Te hívtál orvost? Igen. Tehát akkor beszéljünk talán arról, hogy is zajlott le nagyjából ez az esemény, ez a tragikus pillanat, mert én sajnos nem voltam ott ezen a kiállításon, és már hívott engem is, de sajnos nem tudtam ott lenni. Hát nagyon jó hangulatba érkezett Zoli szokás szerint a kiállításra, készült rá, várta, és említette nekem, hogy
18-án kétszer el lett az óravére. Hát ez bárkivel előfordulhat, és a megnyitó után, mikor a kávézóba játszott az ABS együtte szintén a Illés zenekar, illetve az Olinak a dalait, akkor elerett az óravére, és akkor hát onnantól már úgymond ismert a dolog, és hát nagyon, először én is így dilemmában voltam, hogy kihívjuk a mentőt, ne hívjuk ki, mert általában a híres emberek nem szeretik, hogyha rájuk szabadítják a mentőt, vagy esetleg valami bulvár dolog kerekedik ki belőle, de ezt nagyon diplomatikusan, sikeresen le tudtuk kezelni. És szerencsére pont a mentők szóvivője. A mentősöknek a szóvivője jött ki, és én rögtön mondtam neki, hogy nem szeretném, ha ez ilyen bulvár sztori lenne. Mert ő mellette orvos. Igen, is. Igen, és nagyon megnyugtató volt nekem, mikor taxival hazament a első segély után, és mondta, hogy Tibikém, nagyon köszönöm, hogy kihívtad a mentőt, és ez még nagyon jókor jött. Koncert előtt vagyunk, és oda kell figyelni magunkra, az egészségünkre, és nem gondoltuk azt senki se, hogy ez lesz a vége. Hogy május 1-én az anyák napja az ilyen szomorú hírrel. De hát úgy tudom, hogy utoljára te voltál benne. Igen, hát tulajdonképpen érdekes, hogy ugye, mikor így készültem egy koncertekre, akkor mindig komolyan vette azt, hogy most semmit nem iszok, úgy étkezek, ahogy kell, tornázok, odafigyelek, gyakorlok. És tényleg ilyen volt, és ahogy már közeledett a koncert, nagyon-nagyon várta ezt a két koncertet, rettenetesen várta. És hát valóban rendszeresen látogattam a kórházban, minden nap bent voltam nálam. Szombaton voltam utolján, és ugye vasárnap halt meg. De őszintén megmondom, az utolsó két nap volt egy kicsit kritikus, de őszintén megmondom, álmomban nem gondoltam volna, hogy ez halállal jár. Előtte humorizáltunk, még mondta is, menjünk ki inkább a kórteremből, mert hát itt mégiscsak betegek vannak, és hát nem mosolyogjunk itt, mikor más beteg. És az utolsó két nap, amikor ezek a csövek bekerültek, akkor éreztem, hogy valami nincs rendben, tehát valami baj van, de ilyet nem éreztem, tehát ilyen halálszagot valahogy őszintén megmondom, nem éreztem. És érdekes gondolatokat mondott nekem, tehát az egyik azt mondja nekem, Sanyi, mert ugye csináltuk ezt a dobszólót, közösen az utolsót, a város lüktetését, és mondja nekem, Sanyi, hát már el kellett volna készülni, miért nem készült el? Hát mondom, Zolikám, egy kicsit késik, de megígérem neki, kedden, szerdán kijössz a kórházba, és akkor együtt megnézzük. És mondom, azt mondja, egyszer csak megszól, azt mondja, de jó, hogy megcsináltuk. Mondom neki, Zoli, de azt képzeld el, hogy az mekkora dolog, hogy ti megcsináltátok az Illés legendát. Az mekkora dolog. Képzeljétek el, hogy ti istenek vagytok, Zoli, hát erre gondolja. Hát azt mondja, igen, azt mondja, azt megcsináltuk. Tehát mondom, azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtam, tehát most előadhatnám, hogy tudtam. Nem tudtam. Szerintem senki nem tudta, ez a halál, ez váratlanul jött, úgyhogy itt állok tétlenül. Akkor talán nézzük meg azt a videoklipet, amit 60 éves korára írtam neki. Tulajdonképpen gondolkodtam, hogy mit is adhatnék az Olinak, mert hát végül is mindene megvolt, és próbáltam valami emberi verset írni hozzá. Majd a következő alkalommal, mikor meghívottak, először csak felolvastam neki, a következő alkalommal már CD-n vittem neki, a klipet azt már halála után készítettem el, úgyhogy nézzük meg akkor ezt a klipet, a Legenda él, Őskövület. A legenda él, őskövület. A pásztori név fogalom. A zene alapokon dolgozott. Édesanyja boldog volt, ha fia a dobokról szólt. Szívében a zene dúdolt, ütemképletekben gondolkodott. Születtek az örökzöld dalok, amitől szívünk ma is dobog. Testében a lélek jámbor, pedig bejárta a nagyvilágot. Szívében örök az oktogon, mert itt minden olyan megható. Ismerő itt minden zúgot, bárhova néz ismerős arcok. Innét indult a nagy turnékra, operettbe haknisókra. A Facebookban is bulizott, a barátokkal sztorizgatott. Az utókornak nyomot hagyott, Kossuth-díjat is kapott. Járása már kicsit mackós, mégis humort humorra halmoz. Pásztori Zoltán Pács Parizel, 60 éves boldog születésnapot.
önök a Róla Viszlóra Dal című műsort látják, és a legendás Illés Együttes dobosára, Pásztori Zoltánra emlékezünk szeretettel és tisztelettel, Hegedűs Indián Lászlóval és Gittinger Tiborral, akik ápolják a legendát, magát az Illés legendát, és hát az Oli emlékét. Tibor, tudom, hogy készült interjú. Mit tudsz erről az interjúra egyáltalán, ami Zolival utoljára készült, mert ott tulajdonképpen az volt az utolsó interjúja az Zolinak? Igen, a Hírigaza Illés kiállításon történt az úgynevezett utolsó interjú, és a vágatlan anyagbanak a végén azt mondja, hogy nehogy úgy járjunk, mint a Beatlesek, vigyázzunk az egészségünkre, mert még dolgunk van a világon. Hát gondolom ezáltal utalt arra, hogy meg kell őrizni a legendát, az egészséget és ezt a két koncertet, és még egy személyes élményt, ha mondhatok a ebbeni hangú műsorban, hogy engem már felkért az Oli, hogyha a zenekar kialakítja a dalsorrendet, hogy akkor én csináljak neki egy ilyen CD-t, ami alapján ő tud készülni, gyakorolni erre a két koncertre. Amiről még azt kell tudni, hogy az Oli találta ki tulajdonképpen, hogy Erdélybe kimenjen a zenekar, látta, hogy a Csíksomlyon az István a királynak milyen sikere volt, és feldobta a zenekar tagjainak, hogy mi lenne, ha a zenekar esetleg kimenne Erdélybe, és ott csinálna. Igen, hát mert ők annak idején nem sikerült Erdélybe kimenniük, úgyhogy ők soha nem játszottak Erdélybe, emiatt volt. És szerintetek mennyi embert várnak erre a koncertre? Hát nem tudom, hogy a csíkszeredei főtérre hányan férnek be, de gondolom, hogy tehát házas lesz, hát százezres nagyságrend biztos. Hát én úgy hallottam, hogy többen lesznek, de hát mellékutcákban is legyen lesznek. Így. Valószínűleg az összes mellékutca is tömve lesz. Tibor, még valami Zolival kapcsolatban esetleg, mert a lányát még azért nem elemeztük ki teljesen, hogy miket mondott neked a lányáról. Hát nagyon szerette, és elég gyakran telefonáltak. És a feleségéről is, ha lehetne esetleg. Hát a francia lánya, a felesége, hát őt is szerette, de aztán azt hiszem most készültek ilyen válásra, de most nem menjünk bele, ebben nem vagyok jól informált, itt az ilyen magánéleti, ilyen jellegű magánéleti dolgok azok úgy nem tartoznak ránk, de a Zoli is egy nagy gyerek volt, anyukája mindig így kezelte őt, és ő is nagyon szerette nyilván a lányát, és mikor az ember már eléri a 60 éves kort, akkor jobban ragaszkodik az élethez is, a családjához is, és ennek ezzel párhuzamosan a lányához is, és mindig mondta, hogy várja a telefont, illetve hogy ő hívja, és hát most egy nagyon szomorú eseményen fognak sajnos újra. Én azt tudom, hogy nagyon fájt neki, hogy tulajdonképpen a lánya nem tud magyarul, és hát a felesége sem. Mondjuk nem gond, mert az Oli ugye több nyelven beszélt, tehát hogy ezt ti tudjátok. Kedves nézőknek is el szeretném mondani, hogy az Oli több nyelven beszélt, és még hozzá jól. Azért bántotta az, hogy nem tanult meg magyarul, és meg azért úgy éreztem, hogy mivel minden interjúban elmondta, minden nyilatkozatában ott volt a lánya, és valahogy azért nem volt teljesen ez rendben, hogy nem voltak együtt, tehát úgy hiányzott neki, szóval mindene volt a lánya, tehát akár miről beszélt, mindig odalukadt ki, hogy hát igen, nekem van egy lányom, és a lányom az így, szeretem, stb. Jön a lányom, mindig ezt mondta, jön a lányom. Szóval ez neki egy nagyon-nagyon meghatározó dolog lesz. A temetésről esetleg Indián, azt tudom, hogy Tibi, te beszédet mondasz, de hát te mit tudsz a temetésről, tehát hogy zajlik majd ez le? Hát a temetés 19-én 14 óra 15-kor lesz a Farkasréti temetőben. A beszédet, hát úgy tudom, hogy az Illés Lajos fog, az Illés Együttes nevében Illés Lajos fog egy búcsú beszédet mondani a Hungaroton részéről, ezt Tibi fog az Illés Klubosok baráti köre részéről, és hát zeneszámok John Lennonnak az Imagine című száma, és a Procol Harumnak a Halványnál is fehérebb árnyék, és az Illéstől a Miért hagytuk, hogy így legyen című szám fog elhangzani a búcsúztatáson. Akkor azt mondom, hogy nézzünk meg egy olyan dobszólót, ami tulajdonképpen az Zolinak mondhatni azt közvetlenül a halála előtt készült néhány héttel, és ez az a dobszóló, ami nem készült el csak akkor, amikor meghalt. Akkor nézzük meg ezt a dobszólót, ezt még sehol senki nem látta. Ezt most mi látjuk először.
Önök a Rólad is szól a dal című műsort látják. És továbbra is Pásztori Zoltánra, a legendás Illés Együttes dobosára emlékezünk, Hegedűs Indián Lászlóval és Gittinger Tiborral. Indián, mik a legkedvesebb tárgyak, mondjuk amik például hozzád legközelebb állnak, és honnét szerezted be? Hát az én kötődésem leginkább az Zolinak két fellépő inge, amit hosszú évekkel ezelőtt sikerült tőle megkapnom. Az egyik az egy 1969-es fellépés során viselték, ezekről dokumentumként fotók is ki vannak állítva, ez egy ilyen gyönyörű szép, ugye akkor a hippi korszak volt egy ilyen virágmintás ing, és van egy 1971-es kistadioni, ugye ha jól emlékszem, a 71-es kistadioni koncertben voltak ilyen egyen, ilyen hímzett ingbe, ilyen magyaros mintás ingbe. Ezeket az ingeket egyébként rendszeresen a feleségem szépen kimossa, ki keményíti, kivasalgatja, és ez a házamba kialakított Illés falon mindig kim vannak, tehát ha vendégek jönnek hozzánk, akkor mindig el szoktam mesélni, hogy nem az én ingeim száradnak itt, hanem ez a legendának az ingei, tehát ezeket ápoljuk. Ezen kívül van a kiállításon sokféle érdekesség, ott van a ifjúkorom magnója, az a mambo magnó, amin a felvételeket készítettük annak idején, meg az Illés dolgokat hallgattuk. Akkoriban egyébként ugye ez a 60-as évek második fele, vagy a 70-es évek legeleje, ha valakinek volt magnója, amivel házi bulira lehetett menni, az azért nagy sikereket ért el a lányoknál, úgyhogy én ezt a magnót. A kiállításnak ez egy olyan darabja egyébként, ami nem az Illés Együttes tulajdona, vagy nem ő hozzájuk kötődik, ez a saját magnóm, de hát érdekességből ezt is kiállítottuk, mint ahogy kiállítottunk Bakelit lemezjátszót. Annak idején az Illések és Pofonok című lemezbe volt egy olyan érdekesség is, hogy egy ilyen papír hengert lehetett csinálni, amit a lemezjátszónak a közepére rá kellett tenni, és grafikába, a Sixnion Vanda rajzba ott volt az Illés Együttes, és ahogy forgott a lemezjátszó, ez volt a korabeli videóklip, forgott a lemezjátszó, és akkor ott forgott, és a Vandának a képeit lehetett látni. Indián, mi volt az, ami téged megfogott az Illés Együttesben? Miért lettél te Illés rajongó, és egyáltalán mi a zene, vagy az arcok, vagy mi? Különböző helyek voltak akkoriban azért, amire jártunk, hogy úgy mondanám, hogy a Metro Klub volt az, ahova csajozni lehetett érdemes elmenni. De te nem vagy olyan. Az Omega volt a vadság. Az Illés volt az intellektuális élmény, szóval az Illés Együttesnek, az egész ennek a klubnak, az egész klubnak a hangulata egészen más volt, különlegesebb volt, mint bármit, összehasonlíthatatlan bármilyen olyan akkori együttes. Tehát mi nem úgy jártunk el zenekarokra, természetesen megnéztünk más bandákat is, jártunk Exre, Siriusra, de az Illés, különösen engem igazán nem csak a zenéje, amit te is említettél, nyilvánvalóan amiatt is tetszett, hogy rengeteg olyan motívumot vettek, rettenetesen hasonlítottak a zenei világba eleinte a Beatles-hez, ami hívták is őket a magyar Beatlesnek annak idején, és hát joggal mi kimerjük jelenteni. És hát azon kívül Brody Mester szövegei azok olyan örökérvényű, csodálatos versek, hogy ez mindent elmond. És a kiállításnak az egyik mottója, ami például ki van téve, a Illések és Pofonok lemezen van a Beérkezett levelekre válaszolva című számuk, és ennek a nótának az elején a hozzájuk írt levelekből vannak idézetek, és az egyik idézet az így szól, egyik rajongói idézet, hogy és én már voltam múzeumban is, de nekem mégiscsak ti vagytok a legszebbek, akárki akármit is mond. Hát ez jellemző rájuk körülbelül. Fülembe csengnek Zolinak a szavai, amikor mondta azt, mert Sanyi azt mondja majd kint Erdélyben, amikor elkezdjük játszani a Sárga Rózsát, és azt mondja, bejövök a pergőn. Szóval akkor visszhangzik majd az egész, azt mondja. Ezt nagyon várom, ezt a pillanatot. Szóval ő annyira fel akart lépni. Szóval ő mondta azt, hogy Sanyi, nekünk nem lenne más dolgunk, csak elfogadni a meghívásokat, menni és elegetteni. Nekünk más dolgunk már nem lenne. De hát azt mondja, tudod, nehéz ezt összehozni, mert hát szokta ő mondani egyébként azt is, hogy figyelj, Sanyi,
Szerint öt olyan különféle embertípus találkozott. Azt mondja, itt mindenki óriási egyéniség. És mindenki nagyon nehéz ember, de mindenki nagyon jó zenész, azt mondja. És tudod, azt mondja, ezeket a hangulati tényezőket összehangolni, hogy ez a dolog működjön, hogy mindenkinek jó legyen, és mindenkinek a kedvére legyen ez az egész, az nagyon, nagyon nehéz. Mert mindig valami közbe csúszik, de azt mondja, nyugis anya, azt mondja, fellépünk még párszor. Hát sajnos ez már nem következik be. Tibor, Bródy Jánosnak pont a halála napján volt egy koncertje 19 órakor a Művészetek Palotájában. Mesélj nekem erről, mi történt pontosan. Hát reggeli órákban kaptuk meg a Zoli halálhírét, amit nem akartunk elhinni, és a Bródy koncertnek a címe Emlékpróba volt, és ez most még jobban kapcsolódik, és a Bródy koncert is a Zoliról szólt, hogy az élet átírta azt a május 1-i napot, ami egy szép, derült vasárnapi napnak, anyák napjának indult, és egy szomorú eseménnyel fejeződött be Zoli halálával. És az Illésklubosok baráti köre a Művészetek Palotája előtt úgy tisztelgett Zoli emlékének, hogy gyertyagyújtás volt a Művészetek Palotája előtt, egy gyászkeretbe bekeretezett képe lett kitéve a bejárathoz, és egy sárga rózsa. És a tinédzser a koncert közepén elfelejtette a saját szövegét, és mikor bent voltam nála az öltözőbe, akkor mesélte, hogy Zoli elment előtte, és egyszerűen belezavarodott, és hatása alá került. Hát minden Illéstab mostan érzi ennek a súlyát, hogy úgymond a Illés zenekarnak is ezáltal sajnos véget érte a munkássága. Nem lesz az, ezt az emlékműsort, amit a Zoli tiszteletére ajánlottak fel, ezután már nincs több koncert, sajnos vége. Ez egy nagyon nemes dolog, és nekem nagyon megható volt az, amikor megtudtam, hogy az Illés együttes saját halottjának tekinti Zolit. Ez egy, ugye azt mondjuk, hogy természetes, de azért az az igazi, amikor ezt halljuk és tudjuk, és akkor valóban ilyenkor ez a nagy összetartás és ez a nagy tiszteletnyilvánítás a Zoli irányában, mert ez egy nagyon jó és jó érzés volt nekem legalábbis. Hát hirtelen annyira meg vagyok hatódva, megmondom őszintén, hogy így visszagondolok, hogy néhány nappal ezelőtt tényleg még beszélgettünk az Olival, nevetgéltünk, jól éreztük magunkat, nagy tervei voltak, és most meg itt ülünk, nem találjuk a szavakat, nem is tudjuk, hogy hogy kellene viselkedni, mit kellene mondani, és igaziból nem is jut semmi eszembe, pedig hát annyi minden történt velem is az Olival is, jártunk próbatermekben, gyakoroltunk, fölmentünk hozzájuk, leültünk is az asztalon. De egyszerűen beültünk valahova állandóan, mindig, minden a zene körül forgott, és nagyon tetszettek azok a sztori, mikor mesélt nekem arról, hogy hú, Sanyikám, tudod, hogy volt régen, amikor, hogy születtek a dalok, meg hogy milyen volt az, amikor kis hangszórókon olyan jellegű volt, mint egy ilyen WC-szerű épület, hogy beültek oda, és akkor szóval nem is tudtam pontosan, hogy hol járunk, nagyon kellett tudni számolni, nagyon fel kellett készülni ahhoz a zenekarnak, hogy ne hibázzunk, mert ugye 4-sávos magnóra vették fel, tehát nagyon sokat mesélt nekem ezekről a felvételekről, és ez jó érzés volt tényleg hallani azt, hogy tulajdonképpen a beat zene, hogy milyen formában alakult ki, hogy terjedt el, és hogy csinálták. Nektek milyen a kapcsolatotok, mondjuk kezdjük nálad, Indián, például a zenekar tagjaival? Hát tulajdonképpen a zenekar minden tagjával mondhatni jó viszonyban vagyunk, de hát leginkább, megint csak azt tudom mondani, hogy leginkább a Zoli volt az, aki lelkesen jött minden rendezvényünkre, de a többiekkel is normális jó viszonyban vagyunk. Mondjuk egy Szörényi Leventét hogy jellemezni, milyen ember Szörényi Levente? Levente egy kedves ember, de hát ő sok minden egyéb mással is foglalkozik, és hát őt ritkábban lehetett mozgósítani, de legutóbb, nem olyan régen, február hónapban van egy, tehát ez az Illésklubosok baráti köre rendezvényeket, ahol szoktuk tartani, lejött ide ebbe a étterembe, és ott töltötte velünk az egész estét, szintén Zolival voltak lenn akkor is, és velünk volt, és nagyon jól érezte magát közöttünk, és hát belehetett, hát bármikor, hogyha, de hát ő erről az Illés dologgal kapcsolatban, ő már nem nagyon akart új számokat írni, hiába Zoli mindig kapacitálta őt, hogy hát miért nem csinálunk új lemezt, meg egyebeket. Egyébként ott valószínűnek tartom, hogy az volt a legnagyobb hiba a Levente szemébe, vagy legalábbis az nem
tetszett neki, hogy a Népstadion koncertre, a 90-es Népstadion koncertre írtak egy-egy számot, ami kis lemezen megjelent, egy számot a Levente, amit nagyon jó számok, egy számot meg az Illés Lajos, és valahogy az a ugye akkoriban már kereskedelmi rádiók bejöttek, és ezeket a nótákat valamiért méltatlanul elfelejtették, holott nagyon jó számok is, és ő ebből azt a következtetést vonta le talán, hogy az Illés együttes nem kell a közönségnek, vagy valami, és sajnos ezután ő nem is írt az Illésnek több számot. Egyébként Zoli sokat mesélt a Szörényivel való születelésekről, meg hát gyakran jártak, most nem akarom mondani a helyet, hogy hova jártak halászlét enni, mert ugye nem szeretnék bemondani olyat, ami reklámnak minősül. Nagyon sokat mesélt Leventéről vele, nagyon-nagyon jó emberi viszonyban volt, ebben biztos vagyok, de azt kell, hogy mondjam, a zenekar minden tagjával. Most ez tényleg nem az a hely, hogy most itt aztán előadjuk. Zoli az mindenkivel jobban volt. Mondott, hogy a villámhárító volt között. Próbáltam kihúzni belőle dolgokat, de ő senkit nem bántott volna, meg semmilyen körülmények között a zenekarból. Tehát olyat, ami negatív, tehát biztos, hogy nem engedte kifele semmiért. Én legalábbis nem is tudok ilyen negatív dolgot. Akkor, ha már beszéltünk Szörényi Leventéről, akkor megkérlek, Tibor, hogy te nekem beszélj akkor inkább Bródi Jánosról, Illés Lajosról, Szabolcsról, hogy azért... Én is mindenkivel jobban vagyok, de talán a legközelebb hozzám a Zoli után a Bródi áll. Hát a Bródytól én kaptam különböző feladatokat, tehát ezt a legutolsó Bródi szöveg összesnek én voltam az egyik lektora. Engem kért fel, hogy rendezzem az úgymond az életművét. Így mindenféle Bródi kiadványban én valamilyen szinten szerepelek. Aztán van egy másik érdekesség, a Szörényi Szabolcs, az nagy vasútmodellező. Tehát tulajdonképpen már Illéskorban elkezdte a modellvasutakat gyűjteni, és én is nagy modellező voltam, és nagy élmény volt számomra, hogy egyszer meghívott a rezidenciájára, 180 négyzetméteres pincéjébe a Nyugati pályaudvarban lemodellezve, amit ő egymaga csinált, és hát ott nagyon jól megértettük egymást. És az Illés Lajoshoz is nem egyszer kijártunk, a Lacival is, meg a többiekkel, Kisoroszival. Lajos egyébként Kisorosziba a felesége református lelkész, és Lajos a református egyház közösség kántora, és itt is volt olyan esemény, amikor Zolival lementünk, és hát az utcán összetalálkoztunk, és hát Zoli ugye üvöltözve, hogy szevasz Lajos, meg egyebek, és Lajos mondta, hogy maradjál Zolikám, hát én itt a kántor vagyok, és a Zoli akkor is, dehogy vagy te a kántor, te Illés Lajos vagy. Úgyhogy Lajossal is igen jó barátságban volt. Meg hát nekem nagyon tetszett az is, amikor az Illés, a Szörényi Szabolcsról készült egy műsor, és hogy nagyon családcentrikus, az egy ilyen jó érzéssel töltött el engem, legalábbis a felvételek. Hát ezt meg nagyon-nagyon sajnálom, hogy Zoli tulajdonképpen ezen a két koncerten már nem vehet részt, és mondhatom azt is, hogy bármennyire készültél az Zolikám, valaki onnét fentől úgy gondolta, hogy te bejártad azt az utat, amit be kellett járni, és nincs tovább. Én azt hiszem, hogy az Illés együttes művei legendisztikusak, tehát ezek örökké élni fognak. És mindenféleképpen arra kérlek benneteket a jövőben, hogy ápoljátok, tegyetek meg mindent, hogy a valós értékek kerüljenek a helyükre. Tehát ne az értékre legyen az érték, hanem az legyen az érték, ami az érték. Ez pedig az Illés együttes mindenféleképpen egy magyar érték, és benne Pásztori Zoltán, aki a legjobb dalokat feldobolta. Zolikám, nyugodj békével, és te legyen veled, és szeretettel emlékeztünk rád, és most nézzük meg az utolsó klippet, a Hajszát.